Több háztartásban is állandó használatban van ezekben a napokban a fejsze, a fával tüzelők számára a megszokottnál nagyobb adagot kell bekészíteni a hétvégére. A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton hajnalban akár mínusz 15, mínusz 20 fok között is lehet a minimum hőmérséklet Baján. A rendkívüli hideg több veszélyforrást is rejtegethet. A megszokottnál nagyobb mennyiségű tűzifa elégetése ugyanis lerakódást okozhat a kéményekben, ami később akár kéménytűzhöz is vezethet. Szintén vigyázni kell, hogy a salakanyagot és a parazsat hova öntjük ki, mert ez is könnyen bajt okozhat. Nagyon sokan sajnos a kukába öntik ezt a hamut salakot, és a kuka fedele lehajtása után ott ugye egy külső levegőtől elzárt tér alakul ki, és egy lassú lappangó égés következik be. Aztán majd, mikor elmennek dolgozni, vagy elmennek a piacra, akkor elolvad ez a műanyag kuka, kigyullad, és ilyenkor a melléképületekben, esetleg a főépületekben szokott kár keletkezni. Az alezredes hozzátette, a befagyott sugovica ugyan többeket csúszkálásra csábít, azonban ezt senkinek sem ajánlja, hiszen a jég vastagsága nem egyforma, pillanatok alatt beszakadhat az ember alatt. A rendőrség szintén kiemelten készül a hideg napokra, ami a társszervekkel közösen végzett fokozott ellenőrzésekben és a szokásosnál több járőrözésben lesz tapasztalható. A korábban felmért helyeken visszatérő jelleggel ellenőrizni fogja a hajléktalanokat, valamint az általunk ismerten egyedül élő időskorú személyeket. Meggyőződnek arról, hogy a hideg időjárásban a biztonságuk megfelelő-e, szükség esetén pedig segítséget nyújtanak nekik akár tüzelőbeszerzésében, akár annak elkészítésében, vagy pedig egy meleg teával kínálják meg őket. A rendőrök a rászorulóknak tájékoztatást adnak a hajléktalan szálló helyéről és annak használatáról is. Az előrejelzések szerint hétfőtől enyhül az idő, és az erős, olykor viharos szél is veszít erejéből.